Sziasztok mindenki, itt a rossz játékos jelentkezik, és azt kell mondjam, hogy hoztam a formámat, ugyanis ugye ha láttátok a legutóbbi Skyrim videót, akkor hát abban valami ilyen mágikus könyvet úgymond olvastam, és akkor mentem valami, mit tudom, milyen helyek harcolni mindenféle ilyen szörnyikével. Na már most a probléma az volt, hogy ott a előző videóban, mikor kijöttem az első ilyen könyvolvasás, mert két könyvolvasás volt, szóval mikor kijöttem az első könyvolvasásból, akkor egy sárkánybaba repült érted a fejem fölött. És hát ugye jó szokás szerint megöltem a sárkányt. A probléma viszont az, hogy elvileg annak a sárkánynak a lelkét nem én kellett volna beszipákoljam, hanem az, aki elvileg velem volt. Mert volt ott egy muki, aki ott beszélt, miközben én ott sárkányoztam. És elvileg ő kellett volna beszipákolja ennek a lelkét, mert úgy van, hogyha még tovább mentem volna ott a könyvbe, a legutolsó résznél, pont a legutolsónál, amikor az egész Dragonból mindenfélét kéne zárni, akkor úgy van, hogy az a sárkány megjelenik újra ott egy helyen, és viszont most tudok hatni rá ilyen telementális, patetikus trükkökkel, és fel tudok szállni a hátára, és tudok repkedni a hátán, ami állítólag nagyon nehezen irányítható. Na, és úgy kellett volna megtámadja mindenfélét. Na, a probléma viszont az, hogy ha megölöd azt a sárkányt, viszont túl közel vagy hozzám, akkor a lelke az hozzád jön, tehát te szívod el, ami azt eredményezi, hogy utána szépen visszamész ahhoz a könyvhöz, végigmész mind a öt fejezetén, végig küzdöd magad, és amikor végre kijössz a legutolsó részhez, akkor hát úgy van, hogy van két olyan szörnyike, azokat megölöd, van egy ilyen sárkány szó, amit megtanulsz, utána pedig kéne jön a sárkány, de hogyha te megölted és beszívtad a lelkét, akkor nem jön a sárkány. Tehát gyakorlatilag állsz ott, mint a pesti prosti rossz időben, és nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy kénytelen voltam egy régebbi mentésemet előhalászni. Na, hogy lássátok, milyen régi mentés, hát most a Varázsló Egyetemen vagyok, és tadá! Gyakorlatilag ez onnan van, mikor még Labirintiában voltam, és a probléma az, hogy pont amikor Labirintiában mentem volna be, úgyhogy végig kéne csináljam az egész labirintiás hókusz-pókuszt, ahhoz, hogy megszerezzem azt a staffot, amivel elvileg ezt meg tudnám állítani, de azt én nem fogom még egyszer megcsinálni, úgyhogy most gyakorlatilag innen folytatjuk, szerintem megyek a főszállal. Ez most igazából a nagy játékra semmilyen hatással nincs, legalábbis azt hiszem, hogy ezt nem fejeztük be, tehát gyakorlatilag egy csomó mindent, amit csináltam, az most már csak a videóimban van meg. De nem baj, mint mondtam, ez nem probléma. Igazából azt csinálom, hogy folytatom ezt a főszálat. És azon gondolkozom, hogy most gondolkozom,
Tehát azon gondolkozom, hogy lehet, hogy el kéne kezdjem a harcos klub küldetést. Tudjátok mit? Azt fogom most csinálni. Elnézést. Szóval most elmegyünk a fővárosba, és meg elkezdjük a harcos küldetéseket csinálni. Lássátok azokat is, hogy milyenek. Aztán majd foglalkozunk a főszállal. Na, aztán majd találkozunk Delfinnel. Jaj, még lehet, hogy ott is. Lehet, hogy még a főszállal is egy picit el vagy maradom. Azt hiszem, hogy itt még nem találkoztam a... Nem nyírtam ki azt a sárkányt. Ja, mert itt találkozom vele, és azt hiszem, hogy ő vele fogok majd elmenni. Azt a sárkányt megölni, úgyhogy azt majd újra meg kell csináljam. Na mindegy, akkor most megyünk a harcos klubba benézünk, és akkor azokat a küldetéseket csináljuk most meg. Legalábbis elkezdem el a videóba. Kicsit este van már. Akkor lehet, hogy... de... Ilyen erős a volt. Már ezt nem értem. Hát elvileg az árnyék... Vagy ez nem árnyék? Ez nem árnyék, ez csak textúra hiba. Na itt van a kapunak az árnyéka, az erre esik. Ami azt jelenti, hogy itt kéne legyen. Hallgassál! Jaj, tényleg, még beteg is vagyok, ezt nem gyógyítottam meg magamat. És meggyógyítottam, de itt most nem. Na szóval én nem értem, tehát itt van a kapunak az árnyéka, akkor azt jelenti, hogy innen jön el valami fényforrás, hogy nincs fényforrás. Csak ez a hold van itt, de ez se olyan hű, de erős fényű. Akkor honnan jön a fény? Itt tisztán látszik, hogy itt ragyog valami. Mindegy. De jó az a ház, teteje. Sárkányokkal, most látom. Na hát szerintem... Jaj, meg kéne nézzem, hogy milyen betegségem van, és hogy lehet gyógyítani. Na, pedig egyszer már azt megcsináltam. Azt hiszem itt a Magicnél van. Az aktív effekt. Aha. Ez van nekem. Bone break fever, meg rattles. Haj, de jó. Hát... Ezt meg kéne nézni, hogy ezeket hogy lehet gyógyítani. Na, akkor szerintem most ezt nézzük meg. Ennek utána kell nézzek. Hogy előbb akkor gyógyítsuk meg magunkat. Mert különben folyton fogják mondani, hogy beteg vagyok. Na, lássuk. Na szóval ezt a Bone Break Fever-t ezt egy medvétől kaptam el valószínűleg. Mikor medvéket. El kell menjek a Temple of Akatosba. Az meg hol van? Az nem messze van, ahogy látom az én. Nem. Nem ott van. Vagy van egy olyan... Aha, valami gyógyitalt kéne meg igyak. Azt meg kéne nézni, mert van nekem azt hiszem elvileg egy csomó gyógyítalom, ha még van, mert ugye ez egy régebbi mentés, de szerintem akkor is volt. Jó, akkor nézzük a másikat. Ez azt hiszem, hogy... Hát itt is ugyanazt írja. Ugye, akkor kéne valami lötyi-mötyit.
innom, és akkor minden jó és szép lesz előleg. Oké, meg lehet meg kéne várjuk a reggelet, mert el kéne adjuk egy csomó mindent. Most a játékba. 9-12. Hát akkor most szerintem megyünk a házunkba, amit még mindig nem találok. Azt hiszem ez az. Aha. Na szóval megyünk, alukálunk egyet, és akkor holnap reggel 9-kor meggyógyítjuk a pont a tűzben állok. Ah, nem baj. Kicsit melegítem a lábamat. Na, szóval... Ó, tegyük le a könyveinket. Van abból is egy csomó. Ó, nem ezt akartam, nem ezt. Nem ezt akartam. Milyen gombbal? Ja, R. Na, most tegyünk ide mindent. Hoppa. Ez tök vagány. Nem is tudtam, hogy ilyesmit lehet. Tényleg majd ezeket a treasure mappeket lehet, hogy... hogy... ide kéne tenni. Vagyis meg kéne nézni. Ha se tudom, mit beszélek komolyan. Home sweet home. Kenyér meg sajt. Hát nem sok minden van itthon. Meg van egy kis... pia. A gyerekszoba. Na jó. Akkor megyünk egyet durmolni. És akkor majd holnap reggel meggyógyítjuk. Vagy hát elvileg most is megnézhetem a lötyeimet. Pontosan azt, melyik van olyan, hogy az egészségre. Hát inkább mérgeim vannak, ahogy látom. Igen. Méregből több van. Jóval több. Hát, inkább csak mérgeim vannak, de gyógyító cucc az nincs. Sokat elárul rólam. Hát akkor... akkor majd veszünk holnap szerintem a lötyös bigétől. 12 órát vagy. És akkor majd, ha meggyógyulunk, akkor megyünk a... Na. Milyen jó is ennyit aludni. Mondjuk ezt nem értem, hogy itt miért van fa, mikor itt nincs is semmi olyan, ami éghető, vagyis ami berakhatnám a fát, mert a fát azt ide le kéne. Most miért van fa fent a hálószobámban? Tehát, hogy felviszem a fát a hálószobába, hogy aztán a hálószobából elhozzam ide? Az igen. Főzünk valamit? Van egyáltalán valamink? Az a baj, hogy nem is... Ó, tudunk.
Csináljunk egy potato soupot. Csinálunk egy káposztalevest. Csak nincs már sunk. Az a baj, a legtöbbhöz só kéne. De mindegy, de van egy kis kajánk, amivel már gyakorlatilag egy kantint is nyithatnánk. Egy tényleg csak kenyér meg sajt van itthon. Találtam paradicsomot. Ennyi? Hát. Látszik, hogy ez csak egy ilyen kis ideiglenes szállás. Na akkor menjünk a... erre. Akkor adjuk el a cuccokat, nézzük meg, hogy mit vannak itt. Ezeket szerencsére egy időnként megtelnek. Mondjuk nem értem konkrétan a logikát. Hű, de itt mi történt? Itt teljesen... Nem tudom, mi történt. Valami programhiba van. De be tudok menni. Úgyhogy mindegy. Na. We've got small weapons as well as big. Take a look. Akkor adjunk el, amit lehet. Van pénze, jó. Nehogy eladjam a... ezt, amit hordok. Tényleg most nincs is... nem is tudom, hol van... honnan szedtem én azt a fegyvert, amit használtam. Na, az a vagány, mikor... találtál egy vagány fegyvert. Csak nem tudom, hogy... tényleg nem tudom, hogy hol volt. Na mindegy. Jó lesz most ez a... ami most van. Hát ennek már nem nagyon van pénzem. Nekem meg drága cuccaim vannak. Na, odaadom neki egy aranyal olcsóbban. Legyen boldog. Na, őt megkopasztottuk. Veled is jó bizneszelni. Akkor... hű, de itt komoly problémák vannak, látom a grafikával. Na, mindegy. Lehet, hogy újra töltöm, és akkor jó lesz. Egyelőre jó így. Remek. Azt mondta, hogy rosszabbul nézek ki, mint ahogy ő érzi magát. És hát ahogy elnéztem, ő sincs valami remekül. Akkor menjünk. Az Everything for Sale. Everything's for sale. Everything's for sale. Ez az. Everything. Na. Mit kéne itt eladjak ezeket? Ja, a marát azt nem adom el, mert az házassági cucc. Ja, ezt kéne hordjam, lehet. Jobbak az árak. De végül is mindegy, mert úgyis annyi pénzt akasztok le ezekről, hogy
Hát igazából a probléma nem az, hogy az árak kicsik, a probléma az, hogy nekik nincs annyi pénzük, amennyit én eladok. Úgyhogy igazából azt megtartom. Legyen valami váltócsizmám. Jézusom, mint egy százlábú lennék. Legalább 30 csizmám van. Hát valami jobb rucit, azokat még megtartom, mert miért nem? Majd át kell öltözzek. Na, 7 aranyér. Mit tudok még ennek eladni? Esetleg ezt 4-ért. Hát előleg 2-t 8-ért, legyen boldog. Na, jó. Papa, I will come back. Most megyünk a Lötyi nénihez, és reménykedem, hogy a Lötyi néninek van valami olyan lötyje, ami meggyógyít engem. Kéne még alkimistázzunk. Ezt a nőt tényleg nem zavarja, hogy én közben dolgozom. Csak a cuccait akarja eladni. Rám tukmálni őket. Tényleg majd kéne tőle vegyek egyszer. Már lehet én is ki kell neki tűnteni valami lötyit. De jobban bízom az ő lötyeibe, őszintén szólva. Van még valami, ami... Az a baj, hogy elpocsékolok így egy csomót, úgyhogy nem működnek a pósonjaim. Na mindegy, elég ez. Na, nem tudok kilépni. De jó. Csodás. Azt hiszem, hogy lefagytunk. Aha, lefagytunk. Szuper. Na jó, akkor innen folytatjuk legközelebb. Vagyis, hát remélem, hogy innen. Vagy valamelyik mentésből, ami még sikerül. De addig is sziasztok!